Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Szétnéztem a használt processzor piacon is, és elég vegyes az összkép, eléggé összetett lesz a dolog, így szeretnék különféleképpen is kitérni a processzorokkal kapcsolatos kérdésekre. Tudjuk, hogy újonnan boltban nagyon drágák az Intel processzorok, azonban az AM4-es új Ryzen AMD processzorok nagyon jó árban vannak, és elsősorban ezeket javaslom én is, és ahogy észrevettem, más helyeken is inkább az AMD processzort értelemszerűen. Viszont használta nem biztos, hogy egyértelmű a helyzet. Én szétnéztem 1151-es Intel fronton és AM4-es fronton is, és azzal találkoztam, hogy bár a boltokban nagyon jó áron mennek az AM4-es processzorok, használtan nincsenek annyira jó árba a bolti árhoz mérten, ilyen azonos áron vagy pár ezer forinttal olcsóban lehet AM4-es processzort venni a bolti árához mérten, ráadásul nem is volt egy nagyon széles kínálat használtan az AM4-es processzorokból. Én úgy gondolom, hogy AMD-t szeretnénk, maradjunk meg a boltnál, újonnan vegyük meg, nem sokkal drágább, mint hogyha használtan szereznénk be. Azonban Intel processzornál el lehet gondolkodni a használt piacon. Úgy gondolom, hogy pár hirdetést kiemelek, ahol megérheti Intelt venni, például legelső hirdetésben Intel Core i7-6700K 70.000 forintért. Ez elég jó árnak minősül, elég jó teljesít, egy 6. generációs i7 és K-s processzor lehet húzni megfelelő alaplapban. Másik hirdetésben több processzorral találkozunk, és nem mondom, hogy rossz árba vannak, például Intel Core i3 7100-25000 forintért, Intel Core i7-6765-ért, ugye ez olcsóbb, mint a K-70-ért, i5-6600K 50000 forintért, majdnem ennyi boltba az i3 8100 ahhoz képest egyáltalán nincsen rossz árba. i5-7550-ért ezt talán kihagynám, kicsikét soknak érzem. Belépő szintű processzorok esetében Intel Core i3-6100-37-es processzor 21000 forintért megvehető. Budget kategória ugyan, ha kisebb gépet építünk, ez is megfelelő lehet, erős középkategóriás videókártyával azért jól elboldogul, és azért a játékok is futnak rajta, olyan mint a GTX 1050-ti, GTX 960, de még talán a GTX 970 is, vagy az RX 470, 570 ilyen videókártyákkal nagyon jól elboldogul. i7 8700, újonnan olyan 110.000 forint és fölötte, használtan 95.000 forintért meg tudjuk venni. Nem azt mondom, hogy jó árba van, de valamivel olcsóbb, a felső kategóriás processzort szeretnénk, és mégsem kell annyit megfizetni érte, mintha boltba vennénk, és azért nem is 4-5000 forinttal olcsóbb, mint az AM4-es processzoroknál, tényleg ugyanannyiért majdnem megvesszük boltban is. Következő ajánlatban Intel Core i7-7700K plusz Gigabyte Z270X alaplap, és 2 év garancia vonatkozik rá komplettan. Ez szerintem nem egy rossz ajánlat, hiszen az i7-7700K jelenleg 120.000 forint környékén indul boltokba, és ebben nincs benne az alaplap, úgyhogy igaz, nem ennyiért vettem én használtan nyáron 7700K-t, de tényleg megbolondultak azóta az Intel árak, és nem számít egyáltalán rossznak jelenleg ez sem. Tehát játékokban az i7-7700K még mindig nagyon jó processzor, nagyjából tud annyit azért, mint a Ryzen 7 2700X vagy az 1800X. Ugye a 8700K picikét erősebb mindkettőtől, de viszont az ennél jóval drágább is. Úgyhogy jelen árérték szerint ez is egy jobb ajánlatnak minősül. Ha ilyet terveztek, akkor nyugodtan le lehet csapni erre is. Ha esetleg nincs szükségünk az alaplapra, akkor meg van hirdetve ugyanez a processzor 85.000 forintért. Lényegében, hogyha levonjuk az alaplapot, akkor ennyiért tudjuk elvinni. Úgyhogy alaplappal vagy nélküle csapjatok le rá szerintem. Ráadásul ott van a 2 év garancia is. Van úgy, hogy boltokban is csak 1-2 évet adnak. Ki van próbálva, működik. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!